Mély tisztelettel üdvözlök mindenkit, még mindig Grác, és kipróbáljuk a siklót. Egyébként érdekes, mert nagyon sokféle módon emlegetik tulajdonképpen az interneten, de jellegét tekintve számomra abszolút egy sikló. Érdekessége, hogy nem egy egyenes, mint ami például Budapesten, és a siklók nagy többsége általánosságban egy egyenesbe megy fel. Majd mindjárt jön a komment, hogy nem tudom, fütyfürütj alsón nem. Egyébként itt se, Grácsba, ugye ez a különlegessége, hogy egy íves pályát ír le. Modern kabinok fognak minket majd fogadni, tehát nem olyan retro, mint ami nálunk van. Igazából én soha nem voltam a mi siklónk nagy híve, rohadt drága, ellenben alig mész fel egy keveset, és igazából én semmilyen nagy gimiket nem véltem felfedezni a mi siklónkkal kapcsolatban. Életemben egyszer voltam, amikor videóztam nektek, nem volt nagy élmény. Ettől függetlenül ezzel a feltétlenül nem rossz, de nem is túlságosan kiemelkedő élménnyel belevágunk, hogy megnézzük, hogy milyen a gráci sikló. Ha minden igaz, akkor itt mögöttem lehet jegyet venni és felmenni itt a hegyre. Nézzük meg, hogy mit tud. Ha itt is vagyunk, ott lehet ugye jegyet venni, itt pedig majd ugye bemenni, és itt van maga a kabin. Hát majd mindjárt megnézzük, de lehet, hogy én elengedem itt az embereket, addig ki is megyek, hogy ne akarjanak mindenképpen velük feltolni, mert király lenne egyedül menni. Kicsit kisakkozzuk ezt, hogy nekünk jó legyen. Hát most szerencsénk van, mert ugyan jöttek még, de beálltam a sorba és első voltam. Úgyhogy szerintem a legjobb helyre üljünk, mielőtt jönnek. Egyébként így néz ki a történet, ilyen külön szekciózva van, ilyen plexi kell, de szerintem a legjobb az mindenképpen ez a hely, ahonnan látni fogjuk az egészet, ahogy felmegyünk, és azt én fel is fogom venni nektek természetesen. Úgyhogy le is ülünk, minden negyed órában indul, amúgy. Ugye ott kell bejönni, ahogy a kislány is odaérinti a jegyét, bejön, és akkor kinyílik a kapu, és be lehet szállni, és negyed óra indulási, vagy negyed órás indulási idők vannak, most 30-kor fogunk majd felmenni, nem mintha titeket nagyon izgatnak. Nyilvánvalóan szerintem nem kell nektek magyarázni, miről is szól a sikló, ugye meredek szakaszon drótkötél segítségével van a felhúzás, leeresztés, és ugye a két kocsi az egy kitérőben egymás mellett fog majd találkozni. Ahogy mi felérünk, úgy a párja le fog érkezni, és tulajdonképpen ez a mechanizmus megy, az 1800-as évek végén épült ki itt, és nyilván ez már egy új generációs kabin, mint látjátok. Nem olyan retrója, ahogy mondtam is a felvezetőben, mint a miénk. Igazából jól érzitek, hogyha érzitek, hogy nem vagyok annyira meghatva a siklótól, sem ettől, sem az otthonitól. Alap esetben egy jó turisztikai eszköz, meg biztos, hogy látványos lesz, azt nem kétlem, sőt, nagyon kíváncsi vagyok erre az ívre, mert ugye a sikló vasútra nem jellemző az ív. Ettől függetlenül azért olyan nagyon-nagyon nem hat meg a történet. Ha jól emlékszem, akkor 200 méter környékét fogjuk megtenni szintkülönbségbe, és mindjárt indulunk. No és amikor elérkezik az idő, akkor a néni bezárja a kaput. Nem is lehet jegyet venni ilyenkor. És indulunk, ami sejtem, hogy pár perc, ha lesz, akkor már sokat mondok. De ezekkel nekem pont az a problémám, hogy igazából nagyon-nagyon rövid, ellenben általánosságban drága, tehát mondjuk 3 euró volt, nem vészes, igazából lehet órás jegyet venni. Nem katasztrófa, most jelenleg árfolyamon ilyen 1200 forint környékén van. Szerintem amúgy a mi siklónkra is körülbelül ennyi. Megnézzük, hogy mit tud. Lehet, hogy aztán el leszek ájulva. Nem, akkor nem vagyok negatív amúgy, csak igazából kíváncsi vagyok, ha nem lettem volna, nem jöttem volna el, nyilván. De jobban izgatott mondjuk a tegnapi szlovén út, vagy mondjuk a magánvasút. Na nézzük, mit tud. Jó, mondjuk elég para egy olyan embernek, mint én, aki téliszonyos. Nem tél, mert vannak, akik téliszonyosok, de én téliszonyos vagyok. Ja, para. Amúgy para.
egyre rosszabbul vagyok. És itt lesz a kitérő. Igen, azt nem mondtam, hogy olyan 11 km per órával közlekedik a sikló. Szépen belátni a várost, de tényleg para, és itt az ív. Végülis folyamatosan, ahogy kijöttünk onnan az épülettől, bocsánat, így látjátok, onnan, így jött egy ívbe. Ja, ennyi volt a nagy kitérő. Szép egyébként. Aha, és itt is van egy olyan rész, mint nálunk, hogy ide ki lehet jönni, és akkor innen filmezni az elhaladó siklót. Lehet, hogy erre rá is fogunk menni, és visszafele gyalog megyünk, bár Francia tudja, hogy mennyi gyalog. És van még programom, ami menetrend szerinti, úgyhogy ezt majd azért le kell csekkolni, hogy mennyi az annyi, hogyha az ember le akar jutni innen vissza a városba. És akkor itt vannak a különböző régebbi típusok, amik közlekedtek. Nézzétek meg, az milyen klassz lehetett szabadtér. Ez az új mánia, hogy mindent ilyen elszigetelünk. Milyen király lehetett így utazni. Bár nem tudom, hogy a mai baleseti vagy balesetvédelmi előírásoknak megfelelő-e ez, hiszen ha belegondolunk, azért tényleg elég veszélyes így utazni. Főleg kisgyerek kihajol, kiesik. Lehet, hogy a történelmében volt is rá precedens. Igen, ez egyébként azt nem is tűnt, vagy nem is vettem észre, hogy tulajdonképpen, ahogy itt látjátok, csak ezen a képen pont nem látszik, hogy vezérli a, tulajdonképpen a kabinból a történetet. Az a hölgy, aki lent árulja a jegyeket, és most ilyenkor itt árulja a jegyeket, aztán lent árulja a jegyeket. Érdekes metódus ez, itt felváltják egymást a jegyárusok, és tulajdonképpen vezérlik a kabinokat. Aha, és ez a pont, amikor ő jött, ez a 2004-es időpont. Ugye 1961 és 1894. És itt vannak különböző makettek is a különböző korszakokról. Szóval 2004 előtt el kellett volna jönni, ez jobban tetszik. Hát igen, azért innen kiesni, bár nagyon király lenne. Már nem kiesni, hanem hogy így szabad térben lenni és élvezni a tájat. Már olyannak biztos király lenne, aki nem olyan, mint én, hogy tériszonyos. Nekem halálkom olyan para volt. Ennyire az otthoni nem para. Hát úgy néz ki, hogy lefele egyedül leszek egyelőre, és mindjárt indul. És igen, itt van a kis vezérlő, látjátok? Van benne egy kis telefon is. Lehet pizzát rendelni, mire felér a hölgy. Így néz ki. Ja, hát mivel nem is tudom, hogy hova üljünk, mert ugye felfele oda lementem teljesen, de azért jó az, mert ugye a másik oldalban itt ez a vezetőállásszerű történet, és onnan nem látni semmit. Mármint, hogy hátrafele nem lehet videózni. Mert egy kicsit ilyen sötétített az üvege. Úgyhogy maradjunk szerintem ott, ahol voltunk eddig.
Azaz itt. Úristen, de rossz itt ülni. De jó Isten, de rossz. Tú, hány ingerem vagyok? Kíváncsi, őszinte leszek, hogy ott váltó van? Hogy hogy oldják meg azt, hogy, hogy amikor a kettő pont középen van és találkozik a kitérőben, akkor a másik oldali váltó átáll, vagy, vagy ez máshogy van ott megoldva? Na, ezt most nagyon meg kell néznünk. Ez most tökre kíváncsi váltett. Tú, nagyon rosszul érzem itt magam, menjünk már. Le akarok jutni. Le akarok innen jutni. Na most azt megfigyelem, azt a történetet ott. Látjátok ott a drót? Hát ez itt nem úgy működik, mint ahogy én ezt elképzeltem. Ugye tulajdonképpen most minket ereszt, vagy enged a drótkötél, őt pedig húzza. Vamos a ir, Messi. Vamos a ir, Carlos. ¿Eh?